Ez a portré már az idei tábor tematikájába illeszkedik. Petőfi híres versének címe a szabadság és a szerelem a kiválasztott téma. A Honvéd Művésztelep résztvevői Tamus István grafikus művész tanár irányítása mellett fejlődhetnek. A honvédségnek van egy olyan fajta törekvése is, hogy a katonáik próbáljanak emlékezni. Ugye a Magyar Honvédség megalakulása 2 évvel előtt, aztán a Zrínyi forduló, úgyhogy mindig van valami. Most például Klapka György 200-re, de most erről nem lesz szó, most Petőfiről van szó, a szabadság szerelem, tehát ez egy kicsit a pandémia, meg Petőfi, mert nincs különösen évfordulója, illetve van, de nem ez a megszokott, 172. és erre az alkalomra is készülnek munkák Petőfivel kapcsolatban. És ez nagy öröm a honvédség számára, hogy a katonák dolgoznak, művészeti tevékenységet folytatnak, és évente egyszer be is mutatkoznak Budapesten a 2 művésztelep, a Stefánia Palotában, ahol egy közös kiállítás, műsor, kitüntetnek katonákat, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon reprezentatív része a honvédségnek. Molnár Csaba már 6. alkalommal vesz részt az alkotótáborban. Orvosként hisz abban, hogy az alkotás nem csak öröm, hanem testi-lelki megpihenés is. Én az elmúlt 30 évben is hóbortos főorvosként voltam számon tartva, mert a gyógyítás mellett diagnosztikus szakorvos vagyok, és emellett a természetgyógyászat bizonyos területei, ami indokolható természettudományos alapokon, például gyógynövényterápiák, jobbagyféltek és rajz oktatása pácienseknek, ez mindig benne volt a repertoáromban. Meggyőződésem, hogy képzőművészettel, rajzzal, zenével, tánccal gyógyulni is lehet, és ezt nagyon sokan ajánlják kollégák, viszont nagyon kevesen tudnak ehhez gyakorlati útmutatást adni, hogy az a páciens, hogy gyógyuljon, éppen hogy rajzoljon, miként rajzoljon, mire koncentráljon, és azt hiszem, hogy itt ezek között, a falak között még az a úgynevezett kultikus rezgés is megvan. Az elkészült alkotásokból kiállítás nyílik, amelyet a Vajai kastélyban tekinthetnek meg a Honvéd Művésztelep záró kiállításán. Az impozáns kastélyban egész nyáron programokkal várják a Vajára látogatókat. A múzeumok éjszakára készülünk, amely június 26-án, ez 17 órától. A pontos programot honlapunkon tudják majd megnézni az érdeklődők. Ezt követően egy óriási rendezvénynek ad helyt a Vajai kastély, a Nagy Csaba által szervezett tárogatós világtalálkozónak. Ez július 7-től 11-ig tart itt Vaján. Ezt követően egy válogatott csapat, 16-20 tárogatós, egy körútra indul, egészen a Balatonig elmennek, közben 10-12 koncertet adnak. A Honvéd Művésztelepen elkészült műhelymunkákból a vajai kiállítás mellett a Kultúra napján Budapesten a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban is bemutatásra kerülnek a most elkészült alkotások.